olyan csárkert továbbra is népszerű a vásárlók körében. Az ide látogatók továbbra is megtapasztalhatják, hogy az őstermelők vegyszermentes árui milyen kiváló minőséget képviselnek. A szombati piacnapon ezúttal is árubőség fogadta a székesfehérváriakat. Az árak stagnálnak a hírekkel ellentétben, a húskészítmények, a zöldség, gyümölcs termékek ugyanannyiba kerülnek, mint az elmúlt évben. Jó hír még a jancsárkerti termelői és biópiac vásárlóinak, hogy a tárgyalások eredményeképpen rövidesen megkezdődhet az épület felújítása, és a város szívében egy valóban 21. századi környezetben működhet tovább a piac. Számunkra fő kívülás, hogy hogy lehet ezt a hangulatot ebben a retro környezetből átmenteni majd egy újabb vásárcsarnokba, amelyik majd minden nap nyitva lesz. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lesz, de én úgy gondolom, hogy az eladók és a vásárlók személyisége, az itteni várakozásai teszik azzá a piacot, amivé, tehát, vagyis mi magunk vagyunk a kulcs, hogy egy piac milyen hangulatú lesz, mennyire lesz szerethető. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Vörösmarty Mihály könyvtár Tolnai utcai tagkönyvtárában ismét megrendezték az Időutazás a Palotavárosban című ismeretterjesztő előadást. Páci Márk történész, néprajzkutató előadásában bemutatta a városrész különös mikrovilágát, ahol Székesfehérvár belvárosának tőszomszédságában iparosok, kereskedők, földművesek és a szerbek, rácoknak keresztelt utódai találtak otthonra. Az előadás mellett Váci Márk elkalauzolta az érdeklődőket a régi Palotavárost bemutató képeslap kiállításon is, amely válogatása a könyvtár egyik olvasója, Csicsman Attiláné gyűjteményéből. Természetesen szakirodalomra is tudtunk támaszkodni, többek között Demeter Zsófia, Lukács László, illetve Gelencsér József palotavárosi munkáira, illetve a Székesfehérvár annó sorozat köteteire. Ezek közül egyébként itt a vitrinekben is elhelyeztünk néhányat illusztrációként, illetve amit még mindenképpen szeretnék megemlíteni, Zákányi Imréné Palotavárosról szóló kötete. Ez azért nagyon fontos, mert ő helyi lakosként írta meg igazából ennek a városrésznek a történetét, és természetesen a saját személyes élményeit, emlékeit is rögzített. Az Neumo 7-1-es kiütését követően pénteken is győzni tudott az osztrák jégkorongligában a Hidrofehérvár AV19. Az ellenfél ezúttal a Bolzánó volt. A találkozó igazi rangadó volt, hiszen a két gárda az élmezőnyben egymást követte. A meccs első találatát a 15. perc végén Erdély Csanád szerezte Bartalis István átadásából. A második harmad derekán Andrew Sarauer lőtte a második fehérvári gólt emberelőnyből. Sarauer ráadásul duplázott az észak-olasz gárda ellen. A záró harmadban Terbúcs passzából volt eredményes, ezzel pedig el is dőlt a találkozó. 3-0 után ugyan még szépített a Bolzánó Plastino révén, de ez már csak szépség tapasznak volt jó a vendégeknek. A Hidrofehérvár AV19 tehát a Covid miatti szünetet követő időszakot két győzelemmel kezdte. Hogy lesz-e harmadik, az vasárnap ismét hazai pályán, az Innsbruck ellen kiderül.